Megmozdult a gépezet, és megkezdődött a betelepítési tervek végrehajtása. És most ott tartunk, hogy megszülettek az első jogalkotási döntések, és nagy nyomás alá helyezik azokat az országokat Európában, akik nem akarnak bevándorlókat befogadni, akik nem akarnak ebben részt venni. Mint önök előtt is ismert, az Európai Parlament szakbizottsága október 19-én arról döntött, hogy meg kell indítani a kötelező, létszámkorlát nélküli, egyébként beláthatatlan hatású betelepítési programot. Ráadásul az eddig szerintük rosszul teljesítő országokba kellene először telepíteni, mindezt úgy, hogy az egyébként homályos pénzügyi hátterű NGO-kat is bevonnák a betelepítési eljárásokba. Még a családegyesítéseket is megkönnyítenék, ezzel még szélesebbre tárnák Európa kapuit. A betelepítések ügyében sokszor elmondtuk már, de hogyha kell, ezredjére is elmondjuk, hogy nem fogjuk némán nézni, hogy egy ilyen horderejű ügyben megkerüljenek minket és helyettünk döntsenek. Itt most nem az uborka görbületéről, nem technikai jellegű belső piaci szabályozásokról van szó, hanem arról, hogy kivel élünk együtt. A magyar kormány Guy Verhofstadttal ellentétben kikéri az állampolgárok véleményét a betelepítési tervekről. Ez ad különleges súlyt és jelentőséget a most zajló nemzeti konzultációnak. Most kell cselekednünk, mert a golyó tényleg ott van a csőben, és később nem lesz lehetőség arra, hogy kipiszkáljuk onnan.